Átszervezik a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári karát. A kormányfő ugyanis elfogadta Varga Mihály javaslatát, hogy önálló adóügyi államtitkárság jöjjön létre a tárcánál. A miniszter korábbi nyilatkozatával ellentétben mégis Tállai Andrást, az eddigi miniszterhelyettest javasolja arra, hogy felügyelje a NAV-ot. Tállai azt mondta, ha felkérést kap az államtitkárság vezetésére, akkor elfogadja. Szerencsésebbnek érezném, hogyha ezt egy államtitkár, külön államtitkár vinné ezt a területet. Ami a Tálai úrnak a felvetését illeti, én beszéltem az Andrással, nem kíván most munkáját változtatni, tehát én azt gondolom, hogy ő is itt a gazdasági tárcán belül fogja majd tovább folytatni a munkáját. Augusztus végén a nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy Tálai András helyett már meg is van a jelöltje az adóügyi államtitkárság élére. Azt azonban nem árulta el Varga Mihály, hogy kire gondol. Minden esetre azt kijelentette, hogy majd Orbán Viktorral egyeztet erről a kérdésről. Azóta Varga Mihály már többször tárgyalt a miniszterelnökkel. Megállapodtak abban, hogy külön adóügyi államtitkár felügyeli majd a NAV-ot. Ma viszont azt mondta Varga Mihály, hogy Tálai Andrást javasolja erre a posztra. Ha lesz adóügyi államtitkárság, akkor annak mindenképpen javaslom, hogy majd az élére Tálai András kerüljön. Pár héttel ezelőtt Tálai András még talányosan válaszolt arra a kérdésre, hogy felügyelnie az adóhatóságot. Ennél konkrétabb választ adott az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában. Azt mondta, ha felkérnék, akkor elvállalná az adóhatóság felügyeletét. Szeretem a kihívásokat, hogyha nekem kell felügyelni Magyarország adóügyeit, meg fogom fontolni, meg fogom beszélni a családommal. Egyrészt a szakmám, másrészt pedig politikai munkám része lehet. Tálai András úgy tudja, hogy a miniszterelnök napokon belül meghozza a döntést. Azért is jók az esélyei, mert a gazdasági minisztériumon belül annak a munkacsoportnak is a vezetője, amely áttekintette a NAV helyzetét.